Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket az Országos Cigány Misszió nevében, és köszönöm, hogy eljöttek rendezvényünkre. A Reményhíd programunkról szeretnénk néhány szót ejteni. A Reményhíd című programunk hidat kíván képezni a békésen élő kisebbségi és többségi lakosság között, megmutatva a társadalomnak, hogy mindenki számára van remény. A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigány Misszió küldetése között szerepel a hátrányos helyzetű cigány lakosságnak az integrálása, felkarolása, képzettségi és foglalkoztatási szintjének és esélyeinek növelése. A misszió saját munkatársaival, illetve önkéntesek bevonásával olyan rendszeres tevékenységet folytat, amellyel el tudjuk és el lehet érni azokat az embereket, akik a társadalomnak a szélén vannak, önhibájukon kívül talán, származási, családi, egészségi, gazdasági vagy vagyoni helyzetük miatt kirekesztettek, és reménytelenségben élnek. Az ő számukra reménységet kívánunk adni, és fontos feladatunk, hogy ezeket az embereket támogassuk, és igazi segítséget kapjanak. Fő céljaink között szerepel a missziós munka mellett a szociális segítségnyújtás. Mindazok, akik rászorulnak, akik oktatásban, nevelésben, képzésben vagy szakképzésben kell, hogy tovább fejlesszék képességeiket. Fő céljaink között szerepel a szociális segítségnyújtás, ezen túl pedig az oktatás, a nevelés, a képzés és a szakképzés. Jelen programunknak a fő célkitűzése tehát a célcsoport erkölcsi, érzelmi, akarati és szociális képességeinek fejlesztése, tevékenység szintjeinek társas kapcsolati fejlődésének az elősegítése. Mivel általános jelenség, hogy a szegregátumban élő cigány és nem cigányok között az aluli iskolázottság, az érdekérvényesítő képesség hiánya, a családoknak az izolációja, az egészségkárosító tényezők jelenléte, fontos feladatunknak tekintjük azt, hogy ezeket lehetőség szerint megszüntessük vagy csökkentsük. További célunk a kapcsolatépítés, többségi társadalom a városban élő lakosság és a cigányok között, a szegregátumban élők között, a szemléletformálás, az előítéleteknek a csökkentése, az esélyegyenlőségnek a növelése és az elfogadás és befogadás attitűdjének az erősítése. Nagyon sok területen dolgozunk az országban, és nagyon sok tevékenységünk van missziós vonatkozásban is. Az ország 160 településén vagyunk jelen, így nagyon sok tapasztalatunk van a cigány lakosság között lévő helyzetekről, a szegregátumban élőkről, és azt gondoljuk, hogy a híd nagyon fontos, hogy hídként ott legyünk, és tudjuk képviselni a cigányoknak az érdekeit a többségi társadalomban, és tudjuk segíteni őket, hogy ők is tudják képviselni a saját értékeiket, mert meggyőződésünk, hogy a cigány emberek nagyon is értékesek. Azt szoktuk mondani, hogy olyanok, mint akik csiszolatlan gyémántok. Csiszolni kell, segíteni kell, de gyémántok. És meggyőződésünk az, hogy a következő időszakban pontosan ez a hátrányos helyzetű réteg, pontosan ezek, akik most talán lenézettek, akik utolsók, ők lesznek azok, akik húzó erejei lesznek a gazdaságunknak, a társadalmunknak, a megváltozott életükkel, azzal, ahogy találkoznak az evangéliummal, ahogy találkoznak Krisztussal, a különböző programok által sikerül őket felzárni, helyzetbe hozni, és nem felülről irányítani, nem felülről megpróbálni befolyásolni őket, hanem lehetőséget adni az ő kezükbe, lehetőséget adni arra, hogy ők maguk fölnövekedjenek, hogy ők maguk legyenek vezetők, ők maguk legyenek olyanok, akik megoldást tudnak találni a saját helyzetükre. Ezért, mivel meggyőződésünk, hogy ők maguk, akik legjobban tudnak segíteni magukon, ezért módszereket és lehetőséget, eszközöket akarunk a kezükbe adni és biztosítani ezzel a Híd Remény Híd nevű programunkkal is. Úgy véljük, hogy ezzel a programmal csökkenthetjük a szegregált körülmények között élők arányát,
javulhat a célcsoportnak az életminősége, a lakáskörülményei, a szociális és jövedelmi helyzetei. Ehhez szükség van az oktatásra, a képzésre, foglalkoztatás, egészségfejlesztő, pozitív identitást erősítő, megértésteremtő, konfliktust megelőző programokra. A Reményhíd békésen élő hátrányos csoportok felzárkóztatása című teleprogram valóban híd kíván lenni békésen, és reméljük, hogy nem csak békésen, hanem az országban sok helyen még. Köszönöm, hogy itt vannak, és köszönöm, hogy meghallgattak, és most pedig a szakmai vezetőnk fogja a szakmai részt tovább vinni. Isten áldását kívánom az életükre. A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Reményhíd a békésen élő hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása című projektünk 2013. szeptember 1-ével megindult. A mentorok kiválasztása után kezdetét vette a szakmai munka. Ebben a projektben 180 főt kívánunk bevonni. A életkori megoszlása 30 fő óvodáskorú, 90 fő iskoláskorú és 60 fő felnőttkorú személyeket szeretnénk segíteni. Ez a projekt egy nagyon összetett családi rendszerben gondolkozik, hiszen nem csak a család valamennyi tagjára, hanem a település részen élők valamennyiükre szeretnénk tevékenységeket ráirányítani. Fontosnak és hasznosnak tartjuk azt a szempontot, ami egyéni és célzott fejlesztést nyújt a gyermekeknek. Úgy gondoljuk, hogy ezt a mentorok kihívásnak fogják venni a munkájukban, mivel a szülőkkel és a gyerekekkel foglalkozó pedagógusokkal együttműködve kell megvalósítaniuk. Úgy gondoljuk, hogy a haladás kulcsa az oktatásban rejlik, és bízunk abban, hogy ha a gyerekekben ezt a pontot megtaláljuk és ki tudnak nyílni, akkor velük tudunk mi is szárnyalni, és olyan lehetőségek nyílnak meg számukra, amelyben értékként közvetíthetjük a tudást, a tanulást, illetve a munkavégzést. Tapasztaljuk azt, hogy nagyon sok gyermek és felnőtt viselkedési, illetve szociális problémákkal küzd. Úgy gondoljuk, hogy elemi emberi hozzáfordulás a másik emberhez, azok is hiányoznak, illetve az empátia, a tolerancia képességének a fejlesztésére nagyon nagy szükség van ebbe a programba. A mentorok adatfelvétellel kezdték a munkájukat, a település részen élőket személyesen keresték fel. Kezdetben voltak kisebb nehézségek, azt gondoljuk, hogy ez a bizalmatlanságnak köszönhető elsősorban, de az emberi odafordulásukkal és igyekezetükkel mára már elfogadták őket, és pozitív eredményekről tudnak ők is beszámolni. Ez a program egy settlement típusú szociális munkát képviseltet, aminek a fő feladata a gondozás. Ez a gondozás azonban nem csak egyéni, hanem családi és közösségi szinten kell megvalósulnia. Projekt időszakában ezek a tevékenységek nagyon szorosan egymásra épülnek. Fontos, hogy folyamatosságot képviseljünk, illetve a fokozatosság elve mellett próbáljuk ezt a programunkat közvetíteni. Egy pár adatot szeretnék mondani. A kiválasztáshoz az adatfelvétel megtörtént, ezért pár statisztikai adatot is szeretnék mondani. Összesen az esetmenedzserek, a mentorok 121 háztartást látogattak meg, és 398 személlyel kerültek közvetlen kapcsolatba. Ez a gyermekes családok száma 90 főt jelent, az eltartott gyermekek száma 218 fő, és a felnőttek száma, akik a programba bekapcsolódnának, 180 fő. Adatfelvétel során a lakókörülményeikre is rákérdeztünk, és sajnos megállapítható, hogy nagyon zsúfolt élettér van a családok számára. Szintén számokat fogok mondani, egy lakcímen 4 fő lakik 20 esetben, 5 fő lakik 20 esetben, 6 fő lakik 5 esetben, és sajnos még 8 fő is előfordul, hogy 8 fő lakik 12 esetben, de 9 és 10 fős háztartásokat is rögzítettünk.
A szülők iskolai végzettségét tekintve a jelentkezők közül 13%, akiknek általános iskolai végzettsége nem volt, őket a mentorok segítették azzal, hogy tovább irányították, hogy a Reményhír intézményben elvégezhessék az alapfokú iskolai végzettséget. 81% volt azoknak a száma az adatfelvételünk során, akik általános iskolával rendelkeznek, nekik szeretnénk elsősorban segítséget nyújtani azzal, hogy olyan szakmát tudjanak választani, ami egyrészt a képességüknek, másrészt pedig a érdeklődésüknek is megfelel. Így lehetőségük lehet arra, hogy a nyílt munkaerőpiacon folytathassák tevékenységüket. Én úgy gondolom, hogy a célcsoport részéről a motiváltság, a tenni akarás az már érzékelhető. 115 fő az, aki jelentkezett a képzésünkre. A megkérdezettek 93%-a, szinte majdnem mindenki, már az önkéntes, illetve a közösségi munkában szívesen vállalna szerepet. Én úgy gondolom, hogy a beavatkozás első szakaszában megtörtént a közösség motiválása, illetve az aktivizálása, és folyamatosan látogatják a programunkat. A másik fontos feladatunk, program elején erre helyezünk még nagyobb hangsúlyt, az pedig a városban lévő intézmények, civil szervezetek, egyházak, illetve más partneri szervezetek, akikkel egy kölcsönös, illetve támogató együttműködést tudnánk kialakítani, hiszen úgy gondolom, hogy a városban mindenkinek az lehet a célja, hogy a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi beilleszkedését együtt segítsük. És röviden a programjainkról szeretnék beszámolni. Szeptember hónapban indult el Mesét minden családban című programunk. Minden hónap csütörtöki nap késő délutáni órájában tartjuk a rendezvényünket. Szülő-gyermek kapcsolat erősítése a célunk. Emellett úgy gondolom, hogy egy hasznos kikapcsolódást is tudunk nyújtani a család számára, különösen a gyermek és kisgyermekeknek, valamint egyfajta nevelői hatást is szeretnénk közvetíteni, hiszen tudjuk, hogy a mese mindig volt, mindig van, és remélhetőleg lesz is, hiszen a mesék nagyon fontosak a felnőttek számára is, mert az életről tanítanak, egyfajta érzelmi kapaszkodót nyújtanak nekünk, és a személyiség fejlődésében is nagyon fontos szerepe van a meséknek. A mese feldolgozás alatt, vagy ha egy mesét hallunk, akkor én azt gondolom, hogy mindannyiunk számára egyfajta életvezetési tanácsadást, intelmeket tud sugallni nekünk a mese, amit a felnőttek is a saját életviteli problémájukra tudnának gyógyírként hasznosítani. A mai napon kerül megrendezésre az Akikre büszkék vagyunk kulturális estünk. Ezen az esten két békésen élő, illetve itt tanult fiatalember fog bemutatkozni. Roma származású mind a két fiatalember, de a zenei művészet terén nagy sikereket tudhatnak maguk mögött. Én azt gondolom, hogy ezen a rendezvényen az életútjukról biztosan sok információval fogunk gazdagodni, illetve megtudjuk azt is, hogy mi motiválta őket erre a cselekedetre, hogy ők, ha mesével élnék, ha mesével tudnám példálozni, ők mendegélnek, és valahová odaérnek, de nem ülve várják a szerencséjüket, hanem tényleg meg is próbálták azt. Az ők életútjukban nagyon fontos, hogy amit magukkal vittek erőforrásokat, az hogyan hatott rájuk, illetve azok az áldások, amit szüleiktől, illetve személyektől esetleg kaptak az életük során. Úgy gondoljuk, hogy ez a pozitív életképek bemutatásával nem csak a célcsoport, hanem a lakosság számára is egyfajta mintát tudunk közvetíteni, és azt gondolom, hogy ez talán a változtatásra fogja késztetni valamennyiünket. Kalkuttai Teréz anya szavát idézném, ami így szól. Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket nagy szeretettel. Úgy érezzük, hogy amit teszünk, az csak egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb lenne a tenger. Köszönöm szépen!